Hargita megyéből érkezett egy 18 fős delegáció a Tolna megyei Csikóstöttősre. Az erdélyi vendégek a településen egy éve átadott hagyományok házába látogattak el először. Hargita és Tolna hivatalosan 2018 óta testvérmegye, de a kapcsolat már több éve tart. Kreb Imre, Csikóstöttős jelenlegi polgármestere elmondta, korábban már Tolna megyeiek is ellátogattak erdélyi testvértelepülésekre, most pedig szívesen fogadják Hargita megye vendégeit. Mi is be tudunk mutatkozni a vendégeinknek, és bízunk benne, jó szívvel fogadják el a meghívásunkat, és látják azt, amit mi próbálunk tenni ezért a közösségért, és talán együtt akkor most már a következő időben Dombóvárral, Töttössel és a környékkel. A két megye közötti kapcsolatot a jövőben még szélesebb körben szeretnék kiterjeszteni, mondta Fehérvári Tamás. A Tolna megyei közgyűlés elnöke hozzátette, ez a látogatás az egyik alappillére az együttműködés elmélyítésének. Milyen közös lehetőségeink lesznek, ez egy nem egyszerű történet lesz, viszont hogyha a szándék megvan és gyakran összejövünk, akkor valószínűleg sikerülni fog, és tudunk egymásnak olyan ötleteket adni, együttműködni, segíteni egymást, amely mind a két területnek, mind a két ország résznek, mind a két települési halmaznak sikereket hozhat. Hargita és Tolna megye már most is számos területen működik együtt, hangsúlyozta Kolozsvári Tibor. Kereskedelmi kapcsolatok is vannak kibontakozóban. Nagyon jól érezzük magunkat, itt nagyszerű emberek között vagyunk. Lenyűgöz engem személy szerint maga a táj, az emberek, a falvak rendezettsége, a szívélyesség, amivel bennünket fogadtak, és nagyon egy kerékre jár az eszünk, hál' Istennek. A találkozót egy finom vacsorával zárták. Ez az alkalom jó lehetőség volt arra, hogy a két testvér megye elmélyítse kapcsolatát és további barátságokat alakítsanak ki, hangzott el az eseményen.